Sziasztok, kicsomizók! Csocsó vagyok. Na lássuk, mi lesz a mai dobozban. Kíváncsiak vagytok? Ohoho! Hát ezeket enni szokták, nem ajándékokat csomagolni bele. Ez ilyen kukorica pille vagy micsoda. Mi ez a nagy fej? Jé! Ezt nézzétek! Ez egy társas játék. De milyen undi? Azt mondja, hogy undi guszti társasjáték. Húha, jó hangzik. Hát mondjuk ezért ez a feje elégiesztő. Azt nézzétek, a füléből meg a szájából ilyen tárgyakat húzunk ki. 3 éves kortól lehet vele játszani, és legalább 2 vagy maximum 4 ember játszhat vele. Azt nézzétek. Mi minden van ebbe a társasjátékba? Hányáskupac, egér, halcsont, használt sebtapasz. Ez nagyon izgalmas. Aha, itt írja, hogy 24 játékkártya van benne. Gondolom ezekkel kell majd együtt játszani. Na lássuk, nyissuk ki! Nagyon feszül ez a csomagolás. Itt is van a nagy fej. Hát ez egyből ki is nyílt. Hoppá, ez hogyan fér be ebbe a csomagolásba? Na mindegy. Aha, tehát ez volt az a fej, amit láthatunk a borítóján is. És ha jól látom, akkor a fülén meg a száján két-két helyen bele lehet nyúlni a fejébe. Biztos rosszakat álmodhat. Aha, tehát itt a fülén is be tudunk nyúlni, és nézzétek, ott vannak benne ezek a tárgyak. Ez olyan, mint egy kis fejsátor. Na, de hát szedjük ki onnan őket. Puha az orra is. A haja is. Na, én most benyúltam itt a száján. Igen, most az egész csomagot kihúzzuk. Mi minden van benne. Aztán itt volt az agy is. Használt pelus. Jé! De várjatok, a képen több volt. Van itt még. Nézzétek! Ebbe vannak benne a kevésbé gusztustalan kaki darabkák, meg szemgolyó. Hát itt aztán minden van. És itt vannak a kártyák is. Na, bontsuk akkor ki őket. De életű. Ezt nézzétek. Na lássuk, mi van még itt. Itt van a szemgolyója is. Nézzétek, ugyanolyan, mint a csomagoláson. Aztán van itt még, egy pók. Képzeljétek el, apukám múltkor talált egy óriási nagy pókot, és apukám soha nem öli meg a pókokat, hanem mindig kiteszi az erkére, viszont ez egy akkora pók volt, hogy ezt előtte le kellett fotózni. Másnap megmutatta a munkahelyén, és mesélte, hogy még senki nem látott ilyen nagy és ilyen furcsa pókot, de ezt is kiraktuk, és megmenekült. Itt egy használt fülpiszkáló. Tiszta sárga a vége. Fúj. Na lássuk, mi van még itt. Ez egy radír? Ja nem, ez egy sajt. Nézzétek, penészes sajt. Hát itt azt írják, hogy undi, de ezt mások meg szokták enni. Milyen érdekes. Aztán büdös zokni. Nézzétek! Még hogyha a kedvenc színem is, még akkor is büdös. Fúj! De mondjuk biztos nem ez a undi guszti, mivel neki nincsen lába. Aztán van itt még egy sebb tapasz. Bár ezzel szerintem sajnos nem tudnám letapasztani a sebemet, de a játékban benne van. Ott még valami zöld lesz. Fúj, ez egy hányás folt. És nézzétek, még a darabkák is benne vannak. Ilyeneket kihúzni ebből a fejből. És itt van egy kis csótány is. Emlékeztek a Wall-E-ban a robotra meg a kis csótányra? Na, ugyanilyen csótánya volt, csak azt tudott mozogni, de ő ugyanígy nézett ki.
Na lássuk akkor a játékszabályt. Itt írja megint a társas játéknak a nevét. Aha, és ott mutatja, hogy hány helyen lehet belenyúlni a buksiba. Itt írja, hogy 3 éves kortól lehet vele játszani, és leírja a játékszabályokat is. Az a lényege, hogy a kártyákat, amiket itt a csomagolásban még benne hagytunk, azokból kell húznunk egyet, és miközben ezek a tárgyak a fejbe vannak, el kell találnunk és jót kell kihúznunk a fejből, viszont hogyha véletlenül rosszat húzunk ki, mondjuk kaki darabkát húztunk a kártyákból, viszont mást húztunk ki, akkor vissza kell tennünk és nem jöhetünk. Ó, de nézzétek, vannak itt fehér kártyák. Ó, ez arra való, hogyha otthon van még valami tárgy, amit beletennénk a fejbe, akkor azokat fel tudjuk oda rajzolni. Na, nyissuk ki a másik csomagot. Uha. Itt is vannak azért érdekes dolgok. Például egy fog. Méghozzá egy szuhas fog. Nézzétek, ott a fekete lyuk rajta. Mi van még itt? Egy halcsontváz. És még mozog is. Fú, mintha tudna úszni. Lássuk, mi van még. Itt még lesz egy... Ajaj, ez nagyon nagy. Te undi, ez egy használt pelus. Milyen rosszakat álmodhat ez a undiguszti, hogyha ilyenek vannak a fejébe. Van még itt egy ilyen agy is. Hát ez aztán igazán kicsomisztikus. Aztán... van itt egy patkány vagy egér? Azt nézzétek meg, piros szemei vannak, és így lopakodik kifele a fejből. Uha. És az utolsó az egy giliszta. Azt láttuk a társasjáték hátulján is. Nézzétek! Még tekereg is. Uha. Ezekkel kell majd játszunk. Na. Tegyük be akkor őket a fejbe. Úgy a száján keresztül, nyami. Meg a fülén keresztül. Ah, ott volt a sajt is. Aha. Úgy betesszük a kaki darabkát is. Új, itt jön a kedvencem, a használt pelus. Vigyáznunk kell vele, nehogy megharapjon, mert akkor nem fog rendesen működni a játék. Na, benne is van az összes. Jól rázzuk meg. És akkor próbáljuk ki a játékot. Na, először is, hogyha elsőként játszunk vele, akkor vegyük ki ezeket a fehér lapokat, ugyanis erre most nincsen szükségünk. És keverjük össze a lapokat, hogy még így is nehezítsük a dolgunkat. Akkor lássuk! Próbáljuk ki! Azt mondja az első... az agy! Azt a mindenit! Na lássuk! Benyúlok itt a száján. Ez nem az volt. Ez inkább egy pók. Na lássuk! Igen! Ennyi! Ki kell tapogatni és kész! Ki tudod húzni azt a játékot, azt a tárgyat, amire te gondolsz. Ez nagyon király! Pláne, hogyha többen játszunk fel, akkor még érdekesebb. Na, lássuk a következőt. Ez a kaki darab. Na jó, szerintem ez könnyebb lesz kihúzni, mint az agyat. Ennek érezni még a szagát is. Ezt innen próbálom. Azt mondja... Itt van. Ja, várjatok, ez egy fog. Ezt elnéztem. Ilyenkor, hogyha a játékban rosszat húzol, akkor vissza kell tenni, és újra meg kell rázni, és abban a körben már te nem jöhetsz. Lássuk csak, másodjára meg lesz? Hopp, ez megint a fog volt. Nem, az marad. Meg is van. Másodjára ez is meg lett. Az egér, vagy patkány, ezt még nem tudtuk eldönteni. Na, lássuk! Mondjuk, próbáljuk ki a fülénél. Itt is leszel. Ne fuss el! Várjál csak! Aha. Nem, én nem találtam meg. Arrébb mászott.
Meg leszel, kisöreg! Ah, kihúztam. Nézzétek! Tiszta piros a szeme. Húha! Nagyon félelmetes. Na, lássuk, a következő az a büdös zokni. Nyújjunk be a száján. És... nem. Inkább keressük meg innen a fülétől. Á, meg is van! Azt nézzétek, ez ilyen igazi 3D-s zokni lett. Hál' Isten, a szagát nem érezzük. Na, lássuk, mi a következő? Fú, a hányás volt, kis darabkákkal. Na, nézzük meg. Jó, rázzuk össze. Aztán... ez egy ilyen nagy placni lesz. Á, meg is van. Fú, így még élőben még rosszabb. Azt a mindenit. Lássuk akkor a következőt. A kakis pelenka. Fú, szerintem ez a leggusztustalanabb. Na, lássuk. Nézzétek, milyen nagy kise fér. Fú, még tiszta sárga. Nem akarom tudni, hogy került be a undigusti fejébe. Sziasztok! Ha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és kommentbe írjátok meg, hogy szerintetek melyik a leggusztustalanabb tárgy. Szevasztok! Iratkozz fel! Nézd további videókat! Ha rajzfilmekre vagy kíváncsi, akkor látogass el a két csatornájára!